Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A harmadik évezred harmadik évtizedének kihívásai a Sportban címmel rendeznek konferenciát a Sportgazdaságtani Kutatók és Egyetemi Oktatók Fóruma keretében. Vendégem pedig András Krisztina, Sportgazdaságtani Kutatóközpont igazgatója. Szervusz, örülök, szervusz, hogy itt vagy velünk. Ez egy nagyon-nagyon fontos lépcső. Ugye a harmadik évtizedet most kezdtük ebben a pillanatban, de számtalan olyan kihívás vár ránk, és azt hiszem, hogy ez a sportban élőkre különösen vonatkozik, ami meghatározza a következő évtizedet, sőt, én azt gondolom, hogy egészen 2050-ig, mert nagyon fontos előrelépés várható. És ráadásul ez egy olyan konferencia lesz, amelyet ötödik alkalommal rendeztek meg, és azért a résztvevők sorát majd sorba vesszük, hogy ki mindenki fogadta el a meghívást. Azért jellemzi, hogy a fővédnök Szabó Tünde államtitkárasszony, Cserpakovics András Székesfehérvár polgármestere, de ott lesz Mészáros Attila alpolgármester, aki szintén, aztán Stukovszki Tamás, a Corvinus Egyetem vállalati és intézményi kapcsolatok vezetője, és a szakmai szervezője pedig a Székesfehérvári mesterképzés résztvevői. No. Honnét jött a gondolat, hogy ezt mindenképpen meg kell rendezni, hiszen, mint tudjuk, és most a Covidot hagyjuk, de rendkívüli kihívás áll a sport előtt. A Sportgazdaságtani Kutatóközpont, mint kutatóközpont, ugye egyrészt tudományos, másrészt oktatási területe, szellemi műhelye annak a sportközgazdász mesterszaknak, illetve azért most már hagyd mondjam nagyon büszként annak a gazdálkodás és menedzsment sportgazdaság specializációnak, ami az országban egyedülálló itt Székesfehérváron érhető el. Tehát ez a konferencia, ez nagyon Fehérvár konferenciája, és valóban így van, hogy az ötödik konferencia, de tudni, hogy a legelsőt, azt még időben tőlünk nagyon távol rendeztük meg, akkor egyébként még a Pesti Campuson, de ugyanaz volt az elképzelésünk, hogy a Kutatóközpontnak az is egy feladata, hogy a sportgazdaságnak a szellemi közösségét évente egyszer összehívja, és arról diskuráljunk, hogy mi is jellemzi a kutatásokat, oktatásokat. Ezért ez a hosszú név, amit kimondtál, Sportgazdaságtani Kutatók és Egyetemi Oktatók Fóruma, ez valóban arra vállalkozik, hogy az ország különböző egyeteméről vannak előadóink, de most rögtön kell mondani, hogy nem csak az ország, hiszen a konferenciánk harmadik éve nemzetközi konferencia, tehát nagyon tudatosan figyelünk arra, hogy mind a résztvevőink, mind a velünk levők külföldről is érkezzenek. Hát a különleges mostani időszakunk nem engedi, hogy személyesen találkozunk, ezért az online platform lett az idei platformunk, és valóban így viszont kétnapos lett a konferenciánk. És ez is egy nagyon fontos célunk, hogy mindig olyan témát válasszunk, ami egyrészt meggyőződésünk, hogy az előttünk álló évet meghatározza, sőt, akár bátrabban azt mondjuk, hogy a következő időszakot meghatározza a sportgazdaságtan területén. Minden évben januárban van, mindig ez az első, hogyha ránézünk a konferenciákra, akkor időben is ez az első nagy sportgazdasági konferencia. És valóban a 2021-es évről kevésen gondolnak bele, hogy a harmadik évezred, harmadik évtizede indul el. Ugye a sportgazdaságnak is vannak trendjei, évek óta jeleznek előre számunkra bizonyos trendeket, és arra szeretnénk ránézni, most nagyon abban vagyunk mi, hogy ez a világjárvány, amelyik ugye az egész világot érint, és benne régiónkat, az országunkat, és mindennapjainkat, és sokszor beszélgettünk már itt ebben a műsorban, hogy mennyire megérinti a sportot. Arra szeretnénk ránézni, hogy ez valóban olyan jellegű mérföldkő, hogy majdan, amikor a történelem távlatában tekintünk rá, vagy arról van szó, hogy vannak trendek, amit ez a jelenség felgyorsít. De nem mi magunk szeretnénk csak gondolkodni, ezért, mint mondtam, meghívtunk nemzetközi előadókat, illetve még olyan szempontból is szeretném tipizálni, hogy nem csak akadémiai előadók jönnek hozzánk, hanem mindig tudatos célunk, hogy a gyakorlatból érkezzenek, mert aki ismeri a sportközgazdász mesterszakot, ő tudja, hogy azért különleges ez a Fehérváron levő mesterszak, mert nappali és duális formában elérhető, tehát itt egy hármas egység nagyon együtt dolgozik, azaz az iparág, tehát konkrétan a vállalati, illetve a sportnak a világa, az akadémiai világ és a hallgatói tehetséggondozás. Mindig úgy választunk, hogy a konferenciának van egy nagy plenáris, elkezdődik a konferencia, és mindig a keynote-ok, a verső előadók az akadémiai világból és a gyakorlatból jönnek. Az idei évünk különleges. Tavaly olimpia lett volna, tavaly Európa bajnokság lett volna hivatásos labdarúgásban, gyakorlatilag a legnagyobb esemény
események történtek volna, de nem történtek meg. Idénre kerültek tervezetten. Akadémiai előadónak hívtuk meg dr. professzor Holger Price-t, aki a Mainzi Egyetemnek a kutatója, és aki ezzel a területtel foglalkozik, tudja, hogy Price professzor az egyik legnagyobb név az olimpiai játékok gazdasági hátterébe. Őtőle azt szeretnénk, hogy beszéljen nekünk erről, hogy egy évvel áthelyezett olimpia, az vajon hogyan, milyen hatásokkal van, illetve mérföldkő lesz-e ez a nyári játékoknak a világában. A gyakorlati előadónk a plenárison Siklósi Csaba lesz, aki a Sport 5 sportügynökségnek az vezetője, igazgatója. Őt meg, mint iparágban azt szeretnénk, arról szeretnénk tudni, hogy vajon a sportlétesítményeknek a működtetésére hogyan hatott a leállás, és milyen új innovációs kényszerek, hiszen, mint mondtam, igazán arra vagyunk kíváncsi, hogy használjam Wayne Gretzkynek a stratégiáját és a példáját, hogy nem oda kell korongozni, nem oda kell korcsolyázni, ahol éppen a korong van, hanem oda, hova érkezni fog. Tehát a konferencia igazán erre próbál választ adni, hogy ez a mérföldkő-e, és merre fogja irányítani a sportvilágát. No, innét folytatjuk természetesen, de előtte mielőtt megkérdezném, hogy ki mindenki fogadta el a meghívást ezen kívül, tehát itt, mert itt egyetemek, sportszövetségek, sportklubokról van szó, természetesen hallgatók, akiknek ez nagyon fontos, a jövők szempontjából is. Egy kicsit tekintsünk vissza röviden, hogy az elmúlt 4 konferencián elfogadott alaptéziseket miként sikerült megvalósítani a hétköznapi életben, hiszen ez nagyon fontos. Nagyon fontos kérdés, amit mondtál. Valóban van ebben állandóság, és azt nekem is el kell mondanom, hogy 4. éve a szakmai bizalmát elnyerjük az EMI Sportért felelős államtitkárságának, és így dr. Szabó Tündének, aki az idejében is egyrészt fővédnökünk, másrészt köszöntő beszédet mond államtitkárasszony, másrészt nagyon hálásak vagyunk Székesfehérvár megyejogú városának, dr. Cserpalkovics András polgármester úrnak, aki szintén 4. éve fővédnöke a konferenciának, és Mészáros Attila alpolgármester úr köszöntőt fog mondani. Ezek az állandóságok. És nézzünk vissza valóban az elmúlt 4 évnek a témájára, amit itt Fehérváron járhattunk körbe. Legelső témának talán emlékszel, a sport azon hatását vizsgáltuk, hogy egyszerre kívánja el a működtetés, hogy globális legyen, hiszen rengeteg olyan márka van, amik a világon mindenhol ismert, ugyanakkor egy végtelen lokális dolog. Igen. Kell a helyi kötődés. Igen, hát itt visszaköszön, hogy gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan. Ez így van, és ugye a két szó, a glokalizmus, az gyakorlatilag a sportban nagyon szépen megmutatható. A következő évben az volt a témánk, és erre is nagyon büszke vagyok, mert nagyon sok minden igazolja, hogy mennyire jól találtuk meg a témát, hogy városfejlesztés a sport által. Abban az évben egy nagyon fontos professzorunk volt a keynote, dr. Rejtnitzer János, a Széchenyi István Egyetem doktoriskola vezetője, Győr megyejogú város példáján és az EOF kapcsán kimondta, hogy szerinte nem létezik városfejlesztés a sportgazdaság fejlesztése nélkül, és valóban a bajnok városban azt gondolom, hogy ezt ugyanúgy nem kell bizonygatni. Igen, és lásd, ugye Székesfehérváron élünk, ahol nagyon is jól tudjuk, hogy milyen tradíciói vannak a labdarúgásnak, a jégkorongnak, hiszen Fellegvára, aztán természetesen kosárlabda, női kézilabda, öttusa, ez mind-mind egy újabb lépcső, arról nem beszélve, ha a sportlétesítmények fejlesztése is hasonló ütemben zajlik, akkor nyilvánvaló, hogy ebből a városban élő polgárok is sokat nyernek. De hogy mondjam ide a társadalom nagyon széles rétegét érintő, akár a szabadidősportolást. Tehát én, amikor mindig városunkba érkezem, egyszerűen érzem, hogy egészen más lesz a kedvem, mert azon az úton, ugye a budai úton beérkezve, ha lesz park mellett folyamatosan elmenve, különböző napszakokban is jól látszik, hogy az itt élők hogyan veszik birtokba, és hogyan használják a sportlétesítményeket, és egy picit előre is mutatok, van egy sport és érték online kutatásunk, nagyon érdekes eredményeket hozott, de például nagyon örömteli eredmény két dolog is, a fiatalok tanulók körében tudatosabban használják a sportolásnak a készségfejlesztő hatásait. Tehát teljesen tudatosan és aktíva a kis, hála Istennek a sportolás tekintetében mi mintánk ezt mutatta. A másik a közösségfejlesztő ereje, hogy valóban megmutatkozott az, hogy a
fővároson kívüli városokban jóval több a bérletesek aránya. Ugyanakkor érdekes, mert a klubhoz való ragaszkodás az már függött az adott lakóterületnek a méretétől. Tehát, hogy valóban nagyon jól megtaláltuk a második nagy témát, ez a városfejlesztés sport gazdaság által. És nem is kell nagyon messze mennünk, hiszen itt van tőlünk karnyújtásnyira a Bregyó Sportcentrum, és itt most nem is a Gyulai Memóriára gondolok, hanem mi napról napra tapasztaljuk, hogy mennyien futnak itt és a környéken és az erdőben, mennyien teniszeznek mögötte, illetve a Kiskut útja is folyamatosan maximális kihasználtságnak örvend, ha úgy tetszik. Azt mondom, hogy ez nagyon jó, de menjünk tovább. De még egyet hagyj mondjak, a sportközgazdász legelső duális tantárja létesítménymenedzsment. És mindig tudni kell, hogy vannak hagyományok, ugyan nagyon fiatal a szak, de a legelső gyakorlati helyszínünk az Albarégi sportcsarnok. És a legutolsó, alfától omegáig, a legutolsó találkozásunk, mikor a záróvizsga után díjazzuk a legjobbénkat, és megörülünk annak a két évnek, amit együtt tölthettünk, akkor is ott vagyunk. És mikor óra alatt ott vagyunk, sokszor jegyzetelek, fölnézek, a legelső csapathez. Jegyzetelek, fölnézek, iskolai testnevelés óra van. Tehát ugye, hogy lehet a létesítményeket, ugye TAO finanszírozott tornacsarnokokat, tornatermeket, sportcsarnokat igenis úgy átgondoltam fejleszteni, hogy az egyaránt szolgálja a hivatásos sport és a szabadidősport, iskolai sportot. A harmadik nagy témánk, így időben most már hozzánk közelebb, ez a nemzeti összetartozás éve volt, talán emlékszel, amikor arra fókuszáltunk rá, hogy a sportnak van egy csodálatos hatása, ez a közösségfejlesztő ereje. És akkor kifejezetten ezt a témát jártuk végig, és elérkeztünk az idei évhez, ugye ez a harmadik évezet, harmadik évtizednek az elindulása és a sportja, és mint mondtam, egyrészt fókusz kap az olimpiai játékok, másrészt fókusz kap a labdarúgás, hiszen beszéltük, hogy szintén a közös rendezésű, egyébként magyar vonatkozású, és nem csak rendezésében, hanem sportszakmai sikerében is magyar vonatkozású labdarúgó EB kapcsán. A labdarúgás extra szerepet kap a programba. Úgy folytatjuk, hogy van egy kerekasztal, hiszen a sportközgazdász mesterszaknak nagyon értékes partneri hálózata van, és ebben nemzetközi partnerek is vannak. Ilyen a La Liga Business School-nak a jelenléte, amelynek a globál networkjéből kettő kollega érkezik, és kifejezetten a labdarúgás világát fogjuk megvizsgálni, hogy vajon mindez, ami most zajlik, az milyen irányba viszi a futballnak a működtetési modelljeit. Ebben a kerekasztalban Oliver Jarosszal is találkozunk, aki az Európai Klubok Szervezetének a tagja, és ő jegyzi azt a szerzőtársként, azt a know-how, tudásanyagot, ami a klubfutball management, ami egyébként intenzív heti tárgy keretében, egyedül a sportközgazdász mesterszakon nekünk tananyagunk is, Jarosz úr maga is előadónk az egy előadás keretén belül, illetve Dudás Hunorral fogunk találkozni, a Dipper Sport Management társaságnak az alapító ügyvezető igazgatójával. Itt moderált beszélgetésben, tehát kifejezetten a hivatásos labdarúgás lesz a téma. Utána egy nagyon izgalmas előadó lesz, Tarkan Batgün, aki egy török származású sportközgazdász, de úgy, hogy a gyakorlat világában egyaránt van egyetemen ő, a gyakorlat világában a játékos piac jelenti az ő témáját, illetve startup, kimondottan a labdarúgás startup világában van jelen. Hogyan alakulnak most a futballista játékosok értékei úgy, hogy nincsen helyszíni néző? Az egész scout rendszer nem ugyanúgy működik, vagy működhet. Szerintem ez is egy nagyon izgalmas előadás lesz. Annak tükrében feltétlenül, hogy ugye most köszönhetjük, olvassuk Szalai Attila átigazolását a Fenerbahçe-ba, Ciprusról, és a többi. De a másnapnak lesz is egy ilyen meglepetése, hiszen Eszterházi Mátyás, mint az a sportügynökségnek a alapító tulajdonosa, aki Szoboszlai Dominik igazolását jegyzi, ő másnap hozzánk érkezik, hiszen a tavalyi évnek a végén, ha labdarúgás és átigazolási piac, akkor ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog volt. A török előadás után Nenács Sosteric lesz velünk, hogy a kézilabda világának is kedvezzünk, hiszen ne felejtsük, hogy 2022-ben közös rendezésű férfi kézilabda Európa bajnokságban van jelen úgy az ország, hogy úgy már most mennek az eseménnyel kapcsolatos kommunikáció zajlik és szervezés, hogy több, mint sportesemény. Tehát egy egészen más szemlélettel szerveződnek mostanra a hazai rendezésű nemzetközi sportesemények, nem csupán sportesemény, hanem kifejlesztő
kifejezetten figyelnek arra, hogy hogyan lehet egy ilyen rendezésnek minden multiplikatív hatását kihasználni. Renát Sosterics... Ugye ez megerősítést jelent, hiszen látjuk, hogy van rossz példa. Igaz, hogy ez a Covid-nak köszönhető a mostani egyiptomi világbajnokságon a történései, de én azt gondolom, hogy mi eddig mindig bizonyítottunk, és ha ez elmegy, akkor nagyon fontos egy ilyen előadás. Ugye itt a horvát női válogatottnak a sikere kapcsán kérdezgetjük a szövetségi kapitányt, de ő is arról fog szólni, hogy hogyan alakul. És utána szintén egy nekünk nagyon fontos szekció, ez a legelső szekció lesz, a munkahelyi sportról szól, hiszen a sport és értékkutatásnak három fontos lába van. Az egyik a hogyan sportolunk, tehát a szabadidősportolást vizsgálta, a másik a sportrendezvények követését, a harmadik meg a munkahelyi sportot. Itt számos egyetemről érkeznek hozzánk előadók, és megnézzük azt, hogy a hazai egyetemek világába a témához kapcsolódóan milyen kutatásokat jegyzenek a fiatal kutatók. És a konferencia másnap folytatódik, gyakorlatilag mint egy újraindulás, ugye ennek a napnak már a magyar lesz a fő nyelve, meghallgatjuk a köszöntőket, és aztán a harmadik szekcióra kerül sor. Ez a hivatásos sport milyen válaszokat ad a Covid-ra? Elsőként az első előadónk Orosz Pál lesz, a Ferencváros labdarúgó ZRT-nek, a FTC labdarúgó ZRT-nek a vezérigazgatója, hiszen a tavalyi évnek egy nagyon komoly sikere a BL csoportkörbe jutás, illetve annak az eredménye, de nem is kiragadott siker, hiszen ha visszatekintünk, akkor az elmúlt években nem pusztán a Ferencvárost, hanem a MOL-Fehérvárnak is köszönhetően elmondhatjuk azt, hogy európai kupa rendszerekben, csoportkörben vannak a csapataink. Igen. Ez annál is jó, mert annak tükrében is lehet vizsgálni ezt az előadást, hogy kialakult némi polémia az MLS elnöke és Kubatov Gábor között, hogy miként kell elhelyezni a Ferencváros sikerét a magyar labdarúgás színterén, hiszen ugye, hogy legyen magyar játékos, több magyar játékos szerepeljen, legyen 12 helyett 16 csapat, több legyen a kieső, emeljék-e az NB1 létszámát, avagy csökkentsék-e az NB2-ét, hogy legyen a kiesés, és milyen hatással bír a válogatott szereplésére az, hogy egyre több külföldi játszik az élcsapatainkban. Ez mind-mind meg annyi kérdés, majd lesz arra módunk, hogy erről is szót ejtsünk. De azt hiszem, hogy ez kiemelten fontos, hiszen Zsolt Róbertot tudjuk, hogy Magyarországon úgy van, hogy labdarúgók, sportolók. De nem maradunk meg a labdarúgóknál, hiszen a második előadó Mihalis Norbert lesz. Mert hogy az automotorsport is elképesztő kihívás előtt áll, és lehetőségekkel, ugye az elektronikus dolgokkal, azzal a multiplikatív hatás, hogy egy technikai sportág, az mindig sokkal több annál, mint sport. Norbert fog nekünk beszélni a csapatalapításról, fog beszélni a saját pályafutás alatti motivációról. Az ő személye, megint azt gondolom, hogy egy olyan hiteles előadó, hogy nagyon sokan, ahogy látjuk a regisztrációt, nagyon sokan várják ezt az előadást. Utána a dr. Bíró Szabolcs lesz a vendégünk, aki a közös rendezésű 2022-es férfi kézilabda EB szervezőbizottságát vezeti, és erről fog beszélni ez a több mint sportesemény. Egyébként a projektszervezet és a sportközgazdász mesterszak között egy stratégiai együttműködés is lehet, és végül, de nem utolsó sorban, ugye Eszterházi Mátyás fogja megosztani ebben a szekcióban a tapasztalatait, hogy a játékos piacnál milyen kihívások várhatók a harmadik évezet harmadik évtizedében. Tudjuk jól, hogy ennek a konferenciának mindig van egy visszatérő eleme. Azaz, ami a konferencia címe, azt a témát a Sportgazdaságtani Kutatóközpont szellemi műhelye is elmondja, de most úgy döntöttünk, hogy nem a legelején van a konferenciának, a végén, mert az én feladatom lesz egyfajta konferencia zárásként összegezni az elmúlt két napnak, illetve a mi általunk gondoltaknak. És ami megint egy fontos fénye, minden évben kiosztjuk a kiválóság a sportgazdaságért díjat, de az idei évben is lesz egy díjazottunk, és ugye ez a pénteki nap rektor úr engedélyének köszönhetően nem online térben lesz, hanem mi helyszínen leszünk, ez egy helyszínről közvetített, de a vendégeink a regisztráltak, ők meg online térben követhetik, és remélem, hogy van egyfajta várakozás, hogy na vajon az idei évben kinyeri el,
hiszen emlékszel, a legelső év díjazottunk Balázs Imre volt az Alba Régi SZ elnöke, akinek nagyon sokat köszönhet ez a mesterszak. A következő, a harmadik konferencián Diego Sánchez Trillo, a La Liga Global Networknek a munkatársa kapta a díjunkat. Tavaly évben Gergely István, a budapesti honvédese általános elnöke, akinek nagyon sokat köszönhetünk szintén, hiszen minden egyes évfolyamból duális hallgatót fogadtak, és nem egyszerűen fogadtak, hanem a végzés után alkalmaztak is hallgatóinkat, és hát az idei évnek még nem mondanám el a meglepetését, de ugye az idei évben is lesz díjazottunk. Időben megtudják a nézőink, hiszen mi is végig kísérjük, figyelemmel kísérjük. Az, hogy rengeteg sportegyesület jelezte részvételét, az azt hiszem, hogy előrelépés. Mert ha nézem itt a listát, hogy nem is csak sztárklubok, hanem a kicsik is, ami azt jelzi, hogy egyrészt a közösségekben, ugye a közösségfejlesztő erő a sport, ezt tudjuk, de a kis településeken is vigyáznak arra, hogy egyrészt én azt gondolom, hogy a sport mindenképpen vonzó. Tehát az ott maradás serkenti, ha olyan lehetőségek vannak a gyermekeknek, fiataloknak és nem fiataloknak, amelyek ezt segítik. Tehát ez egy remek gondolat. Hú, igen, nagyon nagy várakozásokkal mi láthatjuk a regisztráció alakulását, és nagyon-nagyon komoly számok, és pár kérdést fel is tettünk, és ezeket hagy osszam meg. Tehát egyrészt bizony 12%-ban nemzetközi regisztrátjaink vannak, tehát jól látszik, hogy a plenáris programnak, illetve az első van egy érdeklődése. A másik nagyon-nagyon fontos, hogy több mint 50% egyetemista, tehát ugye valóban mi azért is januárra tartjuk ezt a konferenciát, hogy segítsük nekik azt a választást, hogyha ők sporttal akarnak foglalkozni, február 15-ig ugye a Felvin keresztül jelentkezhetnek a szeptemberi indulású szakokra, akkor kukkantsanak be és nézzék meg, hogy a Corvinus Egyetem sportközgazdász mesterszaka, annak szellemi műhelye mit tud nekik kínálni. És ez egy nagyon jó, hogy meg tudtuk szólítani most már évek óta az iparágat, tehát nagyon 12 sportági szakszövetség jelzett vissza péntekig, 19 különböző sportszervezetből lesznek velünk, és egyáltalán még egy izgalmat hagy mondjak el, hogy az online-nak is vannak azért lehetőségei. Lám, Mainzból be lehet kapcsolni egy előadót, akár nem kell együtt lennünk, de ugye gondolkodtunk, hogy igen, de a konferencián azok olyan értékesek, mikor kávészünetbe, ebédszünetbe, vagy a konferenciánkon a partner piknik, a konferenciát záró rész, mindig tele szokott lenni, mert akkor ülünk le, és beszélgetünk egymással. Hogy lehet ezt megtartani? Ez a online platform, amit választottunk, ez kínálja a kapcsolatépítés csevegését, tehát véletlenszerűen, aki erre szeretne jelentkezni a konferencia programjába, ami egyébként megtalálható a Sportgazdaságtani Kutatóközpont Facebookján, illetve honlapján, ott látszik az a sáv, amikor lehetőség lesz, a rendszer véletlenül generálja, hogy 1-5 percig valakivel kapcsolatépítésben beszélgetni. Tehát például, hogyha valakinek tetszik az előadása, egyrészt csettel föltehető a kérdés, hiszen minden előadás után lesz kérdésblokk. Másrészt, hogyha személyesen akar kérdezni, mert valamiért a teljes platform előtt nem akarta föltenni a kérdését, akkor bátorítjuk, hogy éljen ezzel a kapcsolatépítéssel, és beszélgessen előadóinkkal. No, hát én érdeklődéssel várom mindenképpen, és kedves nézőink, önöknek is ígérem, hogy természetesen figyelemmel kísérjük online az eseményeket, és erről egyik sportműsorunkban részletesen beszámolunk. Én pedig addig is köszönöm Krisztinának, köszönöm, hogy megtiszteltél bennünket, és kedves nézőink, önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!